Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Az idő csodálatos, télhez képest tavasz van. Kilátogattunk a Szent István térre, a korcsolya pályához, hogy meglessük a korcsolyázókat. Itt találkoztunk munkaközben Láng László úrral, a Pomáz Kft. Városfejlesztési divíziójának a vezetőjével. És így rögtön meg is ragadnám az alkalmat, hogy meséljen nekünk néhány szót a korcsolya pályáról, hogy hogy jött az ötlet, nehéz volt-e megvalósítani, a megvalósulás után milyen a fogadtatása, sokan használják-e, és a gyerekek és a felnőttek, meg gondolom vegyesen használják, meddig használhatják a pályát, és milyen feltételekkel? Hát ugye az ötlet, az állítólag több évesen, nem olyan nagyon régen dolgozom még itt, de úgy tudom, hogy talán két évvel ezelőtt került először szóba, hogy Pomázon kellene egy jégpályát csinálni, aztán azt lebették a napirend, hogy elnapolták, fene se tudja. Én amikor ide kerültem koronyáron, akkor már téma volt, hogy kell, lenne. Az első koncepció az nem itt lett volna, hanem a Kossuth-Lajos utcában az adócsoportnak a háta mögött van egy üres ingatlan. De az kisebb mindez. Hát, nem lehet összemérni, nagyságrendekkel kisebb, és ugye arra készültek rajzok, meg elképzelések, tehát mérítsgettünk, hogy lehet, mint lehet, és az alapvetően a probléma, hogy ugye a jégpálya méret az adott volt, tehát hogy ekkorát szeretnének, vagy szeretnénk, a sarka belelógott volna a patakba konkrétan. Tehát ez megvalósíthatatlannak tűnt ez a dolog, nem akkor volt áram. Akkor fakultázni is lehetett volna. Hát ott nem, ott brutális nagy betonmunkák vettek volna, tehát ez lett végül a napirendről, és akkor hol legyen, elkezdtünk mászkálni, és hát ez kézenfekvő volt, hogy ide. Mert ez nagyon szép környezet, viszonylag sík, de el van látva közművekkel, egyszerűbbnek tűnt. És akkor ezt elkezdtük csinálni. És akkor jött a Bibi, hogy kiderült, hogy az áram, ami elméletileg itt kéne legyen, az nincsen, a víz, ami itt kell, az nincsen, és hát gyakorlatilag újra kellett, vagy a nulláról kellett kezdeni, és elsősorban itt az áram kérdés volt a kérdés, ezt egyszer már elmeséltem, hogy ez egy nagyon húzós történet volt, amikor ebben, tehát én kaptam ezt a feladatot igazából a Pomáz Kft. Belül, hogy ezt próbáljam összehozni és koordinálni, és hát az elménél azzal biztattak rögtön alapból, hogy ez másfél év. Tehát mikor szeretnék nyitni a korcsolyapályát, hát mondtam, hogy még idén, és mondták, hogy ez teljesen reménytelen, mert hogy ez majd jövőre esetleg reálisan akkor lehet, és mondták, hogy ez körülbelül. Akkor meggyogodták. Hát abszolút, tehát akkor onnantól az esélytelenyagban már lehetett volna a dolgot, nem volt probléma, és akkor elkezdtünk csinálni. És hát tényleg úgy volt, hogy mindenkit, akit lehetett, azt megkértünk, megkerestünk, régi ismerősöket, kapcsolatokat, barátokat, ellense mindenkit. Mindenkit csatasorba állítottam, én is, és hát a kollégám is nyilván, és az önkormányzatnál is rengeteget segítettek, akik már ugye dolguk volt, és hát így sikerült tényleg az utolsó pillanatban, tehát a nyitás előtti napon este 11:30-kor, éjjel 11:30-kor, még a tűzoltó tömlővel onnan föntől hoztuk, nem tudom milyen utca az, onnan ott van egy tűzcsap, és onnan hoztuk le tűzoltó tömlőt, és a tűzoltó tömlőből locsoltuk azért, hogy másnap délután 5-re, amikor a polgármester úr megnyitja, addig legyen jegnyitva. Akkor ez egy sikeres dolog. Ez egy full siker történet, valóban senki nem gondolta, hogy ez lesz. Mindenki úgy volt, hogy jól tiszteltem, illetve a próbálkozás, mert nem tudom. Szerintem én voltam ott az egyetlen, aki azt mondta, hogy ezt muszáj, mert és megfagyott a víz. És megfagyott a víz, és működött minden, és tényleg frankó volt. Tehát ez nagyon jó összejött, és ennek személy szerint én magam is nagyon örök, és hát mindenki egyébként azt hiszem, hogy az egész város. Üldöztet, hogy hányan jönnek, hogy jönnek, milyen. Amikor még nem volt kész, nem volt jég, meg nem volt áram, meg semmi, de viszont jött egy marha nagy szél, ugye onnan a hegy felől. És azt a palánkot gyakorlatilag konkrétan bedöntötte. Megjelent szinte minden fórumon, hogy ilyen a jégpálya,
hogy elfogy az első szél, hogy hogy lesz, mint lesz, és stb. Stb. Mondom, akkor még nem volt kész, tehát építési terület volt. Hát hogy mondjam, nem voltam boldog ettől a hozzáállástól, de hát végül is ezt, hát figyelj, felülírtuk a történetet, úgyhogy összejött. Azóta viszont tényleg csak jókat lehet hallani róla. Tehát már azok, akik annak idején a kezdetén még morgolottak, hogy minek mér ide, mér ide, zavar, stb. Stb. Azok is azt mondják, hogy Frankó túl teljesíti azokat az elvárásokat vagy várakozásokat, amik itt egyáltalán felmerültek. Rengetegen jönnek, tényleg rengeteg gyerek, most hát most éppen nem, mert az idő meg nem tudom én, de egyébként gyakorlatilag megállás nélkül. Igen, ez így van, hiszen én magam is számtalanszor jövök, megyek erre, és mindig látom, hogy itt nyüzsög a nép. Gáspár Sándor, aki szintén pomázi kötődésű, lehet, hogy itt is lakik talán, de ezt nem tudom, de ő erősen pomázi kötődésű, van neki több három fia, és mindegyik a hokiba van benne, tehát hokiznak, illetve van némelyik sport, tehát van, olyan végzettsége van, oktatják, bíráskodnak, stb. És ugye ők megkerestek bennünket, és ennek nagyon örültünk, hogy ők szívesen csinálnak itt részben hoki oktatás, részben korcsoly oktatást. És hát kézenfekvő volt a történet, hogyha van egy ekkora terület, és vannak olyan időszakok azért, amikor nyilván nincsenek olyan nagyon sokan, akkor ők ezt csinálják. Nagyon nagy sikerrel csinálják egyébként, és hát remélhetőleg ennek lesz folyománya, mert tervben vannak. Tehát vannak el, nem mondom el, hogy mondom, ezt majd a legközelebb. Legyen meglepetes. Így van, ezt majd a legközelebb. Érdemes lenne esetleg hosszabb távon behozni a városnak a sport életébe ezt az egész hokis, tehát az egész sportokat inkább úgy mondanám. Biztos sikerül lenne. Abszolút, úgyhogy próbálkozunk. És meddig lesz nyitva a pálya? Úgy néz ki, és ez volt az első és az alapkoncepció, hogy február 28-áig, ha az idő is engedi. De hát látod, hogy mi a történet, tehát ez teljesen extrém. Na, de ennek a tavasznak meg lesz a bőtje. Szerintem még áprilisban is nyugodtan lehet kocsánat. Én is ezt mondtam a gyerekeimnek, valamelyik nap összegettünk erről, hogy pár évvel ezelőtt. Én április elején születtem, és a születésnap utáni napon, egyébként az április 8-a volt ez a nap, fölmentünk dobogókörre, és másfél méter hó volt, konkrétan. Tehát akkor leszakadt a hó, és akkor a hó volt, hogy csüdig voltunk benne. Úgyhogy akármi lehet, valóban így van. Tehát valószínű, hogy ennek a ődőnek meg lesz a bőtje. Biztos, egyébként, hosszú távon is. Valószínűleg ez nem fogja nagyban hátráltatni a korcsolya pályát. Valószínűleg nem. Így van. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a beszélgetést, köszönöm az információkat, és akkor mit kívánhatnék mást, mint egyrészt boldog új évet, másrészt pedig még sok-sok ilyen sikeres projektet. Köszönöm szépen, Pomász Kft. Nevében is. Én köszönöm a beszélgetést. Mögöttünk van az advent, a karácsony, elindultunk egy új év felé, különböző várakozásokkal, viszont az biztos, hogy az advent és a karácsony nem múlhatott el korcsolya és jégpálya nélkül, hiszen Pomázon első alkalommal egy jégpálya is megnyitotta a kapuit az adventi ünnepség sorozattal együtt, pontosan azért, hogy a karácsony, a tél örömei teljesebbek lehessenek a gyerekeknek, ne csak a Mikulást és a Jézuskát várják, hanem tudjanak egy kicsit a sporttal, egy kicsit testmozgással is törődni, levezetni a várakozás izgalmait. Ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni Hardi Péter alpolgármester urat, a KV elnökét, hogy a korcsolya pályával és a korcsolya kölcsönzéssel kapcsolatban esetleg egy bejelentést tenne nekünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Amikor föltettem a közösségi oldalamra azt az örömhírt, hogy itt Pomázon korcsolya pálya nyílik, akkor egy bejegyző azt írta, hogy ez nagyon szép, de hát vannak sajnos olyanok, akiknek még a bérlés is nehézséget okozhat az anyagi helyzetük miatt. Erre gondoltunk egyet, közösen a Városunkért Egyesület elnökségében, hogy gyűjtést rendezünk. Mégpedig tudom, saját példámból három nagy lányom van már, akik amikor még kisebbek voltak, akkor is volt korcsolyájuk, de ezt kinőtték, és utána feltettük szépen a padlásra. Most ez jutott eszembe, hogy hát miért nem tartunk gyűjtést. Meghirdettük Facebookon, és sikere volt. A Benicki utca 35-ben
ahol egyébként a szociális étkezésre, pontosabban élelmiszer gyűjtésre, osztásra is lehetőség van, kedden és szerdán. Siffer András volt végül is az, ugye hát háziasszony karácsony előtt már ilyenre nehezebben vállalkozik, időhiányában, így van, süt, főz, viszont Andrásnak éppen volt két szabad délutánja, úgyhogy délután 4-től este olyan 8:30-ig várta a korcsolyákat egyik nap, kedden, jöttek is szép számmal, a másik nap pedig lehetőség volt arra, hogy aki rászorult, az vigyen belőle. Van még lehetőség arra, hogy akinek korcsolyára van szüksége, természetesen jó állapotú korcsolyákról van szó, az ingyen és bérmentve elvihet egyet, hogyha szüksége van rá. Tehát ha jól értem, akkor akinek nincs korcsolyája és szeretne korcsolyázni, az egyszerűen csak elmegy oda, kér egy korcsolyát. Benicki utca 35, na most este 8:30-9 között, azért ebben az időpontban, mert akkor van az élelmiszerosztás. Le is adhat még, illetve föl is vehet korcsolyát. Ez egy nagyszerű dolog szerintem, és köszönjük szépen, pontosabban köszönöm szépen a korcsolyázók nevében is, és a város nevében is, hogy vannak, akik ilyenre is gondolnak. Hát igazán nincs, mit örülünk, hogyha segíthetünk. Köszönjük, és további sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen.